A hírmozaikot látják, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Először nézzük főbb híreinket néhány mondatban. Hiánycikk Várpalotán is akadályozott a fertőző agyhártya gyulladás egyes típusai elleni oltóanyag ellátása. Összefogás. Városunkban is folyamatosan érkeznek a kabátok és meleg holmik az interneten szerveződött rászorulókat segítő civil akcióban. Fagy. Takarókat, hőtartó fóliákat és hálózsákokat oszt a hajléktalan szálló utcai szolgálata a rászorulóknak. Hazaszeretet. Berta József vértanú forradalmi tettei és halála a történész szemével. Magyarországon évente 50-70 járványos agyhártyagyulladásos esetet regisztrálnak, ezeket főleg a megbetegedést okozó baktérium B, illetve ritkábban a C csoportja okozza. A betegség a csecsemők és a kisgyermekek, valamint a 15-24 éves fiatalok között a leggyakoribb. Számukra különösen ajánlott a védőoltás. A szükséges oltóanyagot házi gyermekorvos írja fel receptre. A védőoltás országos hiányáról még nem beszélhetünk, azonban a vakcina ellátás akadályozott Várpalotán is. A járványos agyhártyagyulladás egy viszonylag ritkán előforduló megbetegedés. Ennek ellenére minden évben megjelennek a fertőző baktériummal kapcsolatos esetek. A szakemberek szerint komolyan kell venni a veszélyt, hiszen a betegség 10-25%-ban halálos kimenetelű, és gyakran nagyon gyors lefolyású. A statisztikai adatok szerint tavalyi évben 2016-ban összesen 47 beteg volt, a halálozás az 10% körüli ezeknél a betegségeknél. Épp ezért, hogyha ilyen esetek előfordulnak, azok általában visszhangot kapnak a médiába. Sajnos ez nem Magyarországra jellemző, hanem világszerte jellemző, hogy kb. 10-25%-a járványos agyhártyagyulladással járó eseteknek halállal végződik sajnos a megfelelő kórházi kezelés ellenére is. Tehát ha úgy vesszük, valós a veszély, tehát aki elkapja, annak elég jelentős esélye van arra, hogy ez a betegség halállal végződjön. A legveszélyeztetettebbek a közösségbe járók, így leginkább a gyerekek vannak kitéve a járványos fertőzés lehetőségének. Az eseteknek több mint a fele az gyermekkorban 20 éves kor alatt fordul elő, és csak a maradék érinti a felnőtt embereket, úgyhogy főleg az óvodások, iskolások, kollégisták azok, illetve hát akik a katonaságnál szolgálnak, azok vannak nagyobb veszélynek kitéve a betegségre. A járványos agyhártyagyulladás eleinte többnyire az általános fertőző betegségre jellemző tünetekkel kezdődik. A legtöbb eset az ilyen kis náthás, megfázásos megbetegedéssel kezdődik, utána magas láz jelentkezik, ez mindig 38,5-39 fok körüli vagy e fölötti lázat jelent. A gyermekek általában levertek, aluszékonyak, sokszor zavartak is. Jelentkezhet a köztudatban sugárhányásnak nevezett dolog, amikor hány inger nélkül jelentkezik egy hányás, és ez ismétlődik többször is, és a hány inger csillapító sem hat a gyereknek ilyenkor. Ezek a fő tünetek. Előfordulhat, de ez nem mindenkinél van, hogy a fényre érzékenyek lesznek, tehát nappal is azt kívánják, hogy el legyen sötétítve a szobájuk, éjjel, ha villanyt kapcsolnak, akkor elfordulnak. A kisebb csecsemőknél, akik még ugye nem kommunikálnak velünk, mert beszélni nem tudnak, ott az lehet a feltűnő a szülők részére, hogy igen éles hangú a sírásuk, tehát nem a megszokott éhség vagy fájdalom miatt is sírás jelentkezik, illetve hogy nem akarnak szopni, és túl sokat alszanak a nap folyamán. A gyermekorvos szerint érdemes odafigyelni a tünetekre, és már az enyhébbek észlelésénél azonnal az ügyelethez kell fordulni. Amennyiben súlyosabbakat észlelnek, tehát zavart is, nem lehet vele rendesen kommunikálni, nagyon aluszékony, és a lázát sem tudják rendesen csillapítani, akkor mindenképpen a mentőket kell hívni. Abban az esetben, ha már a gyermeknek feszesek az izmai, tehát eljutunk addig a pontig, hogy feszesek lennének az izmai, mert előfordul, hogy tarkókötöttség vagy ilyen vadászkutyatartásnak nevezett állapot lép fel, amikor tulajdonképpen úgy fekszik a gyermek, mint egy fordított C betű, tehát úgy van kifordulva, akkor mindenképpen a mentőket hívni kell. Mert mindenképpen ilyen esetben minél kórházba kell kerülni, hogy megfelelő intravénás antibiotikum kezelésbe tudják részesíteni. Tehát az fontos, hogyha esetleg járványos agyhártyagyulladást kap el, azt otthon nem lehet kezelni. Tehát mindenképpen kórházi ellátást igényel. Az agyhártyagyulladást okozó baktériumnak nem minden típusa ellen van védőoltás. Hazánkban leggyakrabban a B és C típus fordul elő. A B törzs elleni oltóanyagot kevesen engedhetik meg maguknak, mert oltásonként mintegy 28 000 forintba kerül, ráadásul a vakcinából 2 éves kor alatt 4, 2 évesnél idősebbeknek pedig 2 oltást kell beadni.
A C-típusú oltóanyagot azonban mindenképpen javasolja a szakember. Ez esetben, ha a gyermek már betöltötte a 12 hónapot, elegendő egyszer beoltani. A védettség kialakulása körülbelül 2 hét, mondja a gyermekorvos. Régóta adjuk, jók vele a tapasztalatok, mellékhatások nem igen fordultak elő, maximum a rendes oltásoknál is előforduló lázas reakció, tehát ezt mindenképpen ajánlott. Ezen kívül ugye más típusok ellen is van védőoltás, azok már ennél jóval drágábbak, és mivel ritkábban is fordulnak elő, az már megfontolandó, hogy azokat beadjuk-e vagy nem. De ezt a C-típusú elleni védőoltás mindenképpen javasolt, és nem is egy nagyon drága oltás. A járványos agyhártya gyulladás cseppfertőzéssel terjed, éppen ezért nagyon fontos az alapos kézmosás, kisgyermek közösségben pedig a játékok fertőtlenítése. Budapesten átmeneti készlethiány van a fertőző agyhártya gyulladás elleni védőoltás egyik típusából, és bár országos hiányról még nem beszélhetünk, némely vakcina esetében Várpalotán is akadályozottabb az ellátás. Ha fázol, vegyél el egy kabátot, ha nem szeretnéd, hogy mások fázzanak, tegyél ide egyet. Ezzel a mottóval indult el szombaton este a Facebookon egy szerveződés, melynek célja, hogy az idei tél eddigi leghidegebb napjain minél több rászoruló juthasson meleg öltözethez. A kezdeményezéshez számos várpalotai civil is csatlakozott. Vasárnap a délelőtti órákig több mint 100 kabátot, illetve egyéb téli holmit ajánlottak fel a várpalotai segíteni szándékozók. Kabátokat és egyéb meleg ruhaneműket raknak fogasokra helyiek a dísztéren. Az akció Budapestről egy internetes közösségi oldalon keresztül szerveződött szombaton este. A cél, hogy az idei tél leghidegebb napjain minél több rászorulót segítsenek meleg öltözethez jutni. A kezdeményezéshez várpalotai civilek is csatlakoztak. A jótékonysági megmozdulást városunkban Galambos Szilvia önkormányzati képviselő koordinálta. Amikor felfedeztem, hogy a Víg Színház előtt történik ilyen kezdeményezés, akkor nagyon megtetszett az ötlet, és gondoltam, hogy megosztom én is az ismerőseimmel, hát ha lenne erre igény, felmerülne, illetve lenne, aki kapacitálható lenne, hogy együtt megvalósítsuk. Illetve rögtön láttam, hogy másik ismerősöm ugyanezzel a lendülettel és ugyanezzel a gondolattal állt elő, úgyhogy vele össze kapcsolódva Magas Martiné Ildikóval, illetve Dombovári Judittal elkezdtük szervezni ezt az akciót, és villámgyorsan rengeteg adakozóra találtunk. Egyetlen mondat járt végig az eszemben, nagyon hálás voltam az embereknek, hogy ennyire jó szívűek voltak, és adakozóak, és felajánlóak, hogy talán mindenki tudja, amikor Böjte Csaba elkezdte szervezni a maga gyermek otthonait, egyetlen mottója volt, hogy kezdj el jót tenni, és meglátod, hogy az emberek jók. Ez az egy mondat járt eszem, hogy ha egyetlen egy jó kezdeményezésed van, akkor mindjárt látod, hogy az emberek jók és kapcsolódnak hozzá. A délelőtti órákig több mint 100 kabátot, illetve egyéb téli holmit ajánlottak fel a helyi segíteni szándékozók. Ezek egy részét a hajléktalan szálló munkatársai osztják szét a rászorulók között. Várpalota polgármestere is a közösségi oldalról értesült a civil megmozdulásról. Én is a Facebookon láttam, és úgy jeleztem, hogy én egy állvánnyal és egy meleg férfi kabáttal, valamint meleg pulóverekkel tudtunk hozzájárulni. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon nemes kezdeményezés, ami országszerte terjed, és ebben a nagyon hideg időben ilyen módon próbálunk, meg próbálnak sokan segíteni azokon az embereken, akik ennek adott esetben nincsen megfelelő ruházatuk. A tervek szerint a ruhák addig maradnak, amíg az időjárás ezt indokolja, és igény lesz rá. Folyamatosan érkeznek az adományholmik. A felajánlásokat jelenleg a polgármesteri hivatal elé kihelyezett fogasokra lehet elhelyezni. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint az elkövetkezendő napokban némi gyenge enyhülés várható az időjárásban. Várpalotán a vasútállomás és az autóbusz pályaudvar várótermeit jelölte ki a katasztrófa védelem és az önkormányzat melegedő helyként. A Magyar Vöröskereszt Várpalota térségi összevont szociális intézménye gondoskodik városunkban a hajléktalan személyek ellátásáról. A napokban tapasztalható extrém hidegben különösen nagy jelentőséggel bír munkájuk. A hajléktalan szálló utcai szolgálata takarókat, hőtartó fóliákat és hálózsákokat is oszt az extrém hidegben.
Mennyire nehezen viseli ezt a hideg időjárást? A hajléktalan szálló munkatársai élelmiszercsomagot adnak át az egyik várpalotai rászorulónak. A Magyar Vöröskereszt Várpalota térségi összevont szociális intézménye még a télbeállta előtt ellátásba vette az utcán élő együttműködést mutató hajléktalan személyeket. Jelen pillanatban átmeneti szállásunk most 100%-os kihasználtsággal működik, nappali melegedünk 120%-os kihasználtsággal, éjjeli menedékhelyünk pedig 70%-on van most jelen pillanatban. Hogyha éjjeli menedékhelyünk is megtelik, akkor pótágyakat, matracokat teszünk be, tehát mindenkit fogadunk, aki rászorul. Jelen pillanatban intézményünkben 80 személy tartózkodik, az utcán pedig 40 személy. Sajnos vannak olyan utcán élő hajléktalan személyek, akik nem kívánják igénybe venni az intézményi ellátást. Őket utcai szolgálatunk gondozza, keresi föl, és takarókkal, hőtartófóliával, hálózsákkal látja el, hogy a fagyási sérüléseket és a kiülést megakadályozza. Sok hajléktalan családi okokból kerül az utcára. Ez a nő 2010 óta él fedél nélkül, pár hete került a palotai szállóba. Nekem volt két ingatlan, sajnos el kellett adni. Egyik hajléktalan szállóról a másikra, míg ide kedves vezető úr befogadott, hogy itt próbálok munkahelyet találni, ami talán sikerül. Szeretnék kimenni innent albérletbe. Fél hatkor várjuk, és akkor tudunk adni ételt. Tehát nem csak ilyen hideg ételt, hanem meleg ételt is. A Magyar Vöröskereszt 1998-ban kezdte meg az intézményesített hajléktalan ellátást Várpalotán. Munkájukat civilek is támogathatják adományok formájában, illetve a jobb ellátás érdekében folyamatosan pályáznak. Sok adomány érkezik a Vöröskereszthez, illetve folyamatosan pályázunk, és pályázati forrásokból főtételt, hidegételt is osztunk, illetve amilyen adományok bejönnek a Vöröskereszthez, azt tudjuk a rászorulók felé továbbítani. Az intézmény együtt működik a rendőrséggel, illetve egy krízisautó szolgáltatást működtet a téli időszakban. 0-24-ben vannak ügyeletben a kollégák, és ha kapunk egy jelzést, hogy bajban van egy hajléktalan ember az utcán, akkor azonnal autóba ülünk és a helyszínre sietünk, hogy tudjunk segíteni. A hajléktalan szálló munkatársai kérik a lakosságot, hogy amennyiben hajléktalan személyt látnak az utcán, értesítsék őket, mert a szélsőséges hideg időjárásban a kihűlés akár halált is okozhat. Berta József Várpalota 56-os vértanúja címmel tartotta meg újabb előadását Galambos István történész. Hétfőn este a Várpalota 1956-ban sorozat utolsó előtti eseménye zajlott a Kródi Gyula Városi Könyvtárban. Berta József életútját a bírósági tárgyalások anyagaiból követi nyomon a történész. Az est különlegessége volt a Berta Józsefről született dal ősbemutatója. Berta József bányász katona volt Várpalotán, itt élt feleségével és két gyermekével. Lelkes résztvevője volt az 56-os eseményeknek, majd a forradalom leverése után Várpalota egyetlen vértanújává vált. Bizonyos személyeket a katonai szolgálat ideje alatt bányamunkára köteleztek, kaptak alaki kiképzést, és voltak úgynevezett gyakorló fegyvereik, de nekik az elsődleges feladatuk az a bányaművelés volt. Ő két helyen teljesített ilyen szolgálatot, előtte Tatabányán volt hasonló szolgálatban, és átkérte magát Várpalotára. Berta József életútját a bírósági tárgyalások anyagaiból is nyomon lehet követni. Már a vizsgálati fogsága idején beszámolt a valós történésekről. Eleinte emberöléssel vádolták. Ezt később a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésre változtatták ellene. Első fokon életfogytiglanra ítélte a kommunista diktatúra bírósága. Másodfokon újabb vádakkal kiegészítve halálos ítéletet róttak ki rá. Mivel a szovjet hadsereg Várpalotán szenvedte el a legnagyobb vidéki veszteséget, Berta József személyén keresztül kívántak elégtételt venni. Amellett, hogy a lakosság felé is példát statuáltak kivégzése által.
de azt is tudnunk kell, hogy a katonai bíróságok általában súlyosabb ítéleteket hoztak. A vádpontok között szerepelt eredetileg még a lázadás is. Ez azt jelenti, hogy ő, mint katona a néphadseregnek a katonája, súlyosabb megítélés alá helyeződött, mint egy civil. Tehát őt, mint egy a parancsok ellen lázadó szemét is nyilván tartottak és megbélyegeztek. Az est különlegessége volt a Bertha Józsefről született dal ősbemutatója, mely az életéről és az 56-os eseményekről szól. A Wikipédián találtunk egy nagyon rövid életrajzot, és ezért is volt nehéz megírni a művet, mert nagyon kevés van róla írva. Úgyhogy próbáltunk abból belecsempészni a dalba, összekötve az 56-tal. Lehet, hogy picit át lesz majd írva, bővítve lesz, mert most általában megjelenik egy könyv róla, amiben lesz egy bővebb életrajz. Ezt majd figyelembe veszem, és akkor ki lesz a mű bővítve. Hát most nehéz volt, mert túl sok mindent nem tudunk az ő életéről igazából. A dal zenéjét és szövegét egyaránt Vaszili Zsolt szerezte. A Palotai Turul Társaság felkérésére, melyet személyesen adott elő az érdeklődőknek. Hideg bakonyi szél, történetet mesél, hogyan öltözött vérvörösbe a palotai főtér, te is ott voltál, bennünk hittél, egy szabad nemzetért vértanú lettél. Idén is magas színvonalon üzemelteti a városi jégpályát a Várpalotai Közüzemi Kft. A fedett korcsolyapályát sokan keresik fel kikapcsolódás céljából nap mint nap. A környező településekről is heti rendszerességgel jönnek a sportolni vágyok. Várpalotáról és Csetényből testnevelés óra keretében is érkeznek diákok. December végén közel 10 000 látogatót regisztrált a Közüzemi Kft. A korábbi évhez képest némi visszaesés tapasztalható. A szezon végére várhatóan elérik a 16 000-et. Horváth Tamás, a Közüzemi Kft. Ügyvezető igazgatója szerint nem az árbevétel maximalizálása a cél, hanem hogy színvonalas sportolási lehetőséget tudjanak biztosítani az ide érkezőknek, elsősorban a várpalotai lakosok és diákok számára. Fehérvár Veszprém az már nem annyira jellemző. Nyilván, amíg Veszprémben nem indult el az új pálya most, addig jöttek Veszprémből is, de most már ez annyira nem jellemző. Inkább a környező települések iskoláiból jönnek a gyermekek, illetve felnőttek is szintén. Talán Csetényt emelem ki, ahonnét rendszeres látogatóink vannak testnevelés órák keretében, azt gondolom, illetve délután, péntek délután szoktak ők jönni, illetve jönnek őskülősi Pétfürdőről is, tehát vannak azért látogatóink. Emellett még Veszprémből is sokan látogatják a helyi jégpályát. A Nádas Ladányi Általános Iskolából első alkalommal érkeztek Várpalotára, felváltva a székesfehérvári jégpályát. Egy 20 fős csoportot hoztunk magunkkal, jelenleg alsó tagozatosokkal vagyunk itt, és hát erre a pályára esett a választásunk, mert egyrészt közel van, a minősége is nagyon jó, és a gyerekeknek mindenképpen kell valami téli sport, és így testnevelés óra kiegészítéseként elhoztuk őket, és még a felső tagozatot is fogjuk a héten, tehát több alkalommal fogunk itt a pályán korcsolyázgatni, kisebb-nagyobb sikerrel. Mennyire élvezik egyébként? Hát szemmel láthatóan itt kuncognak mögöttem, mindenki nagyon élvezi, próbálkozunk, én is még kezdő szinten vagyunk, tehát lehet, hogy nem is a tanár tanítja a gyerekeket, hanem a gyerekek tanítanak minket. A jégpálya az általános iskolások és a középiskolás diákok körében a legnépszerűbb, de a jégdiszkót is sokan kedvelik. Szeretném azért arra kérni az igazgatónőket, testnevelési tanárokat, hogy egy kicsit, mivel a lehetőség adott, jó lenne, hogyha többet tudnák hozni a gyerekeket. Ennek tényleg örülnénk, mert vannak azért még szabad helyeink délelőtti turnusokban is, viszonylag több is most, mint a korábbi években voltak. A Várkerti iskolát kiemelném, ők nagyon aktívak, tehát ők komoly létszámmal jönnek. Jó lenne, hogyha többiek is ilyen aktivitással tudnának részt venni a pályán és hozni a gyerekeket, annak nagyon örülnénk.
A nagy hidegnek köszönhetően a jég hűtésére kevesebb energiát kell fordítani. A jégpálya üzemeltetése és karbantartása a jó szakembergárdának köszönhetően zökkenőmentesen zajlik. A Nádasdladányról érkezett kisiskolások többsége most tanul korcsolyázni. A palotai jégpálya kitűnő terep Tolner Nóra és Horváth Leila számára is. A tanárok választották ki, és én szeretek, de viszont nem annyira tudok. Nagyon jó ez a korcsolyapálya. Hát már estünk el, de nagyon sokat fejlődhetünk itt. Én is sokszor estem már. És mennyire szerettek korizni egyébként? Nagyon szeretünk, nagyon. Mindenek tudják? A hokisuli indulása óta népszerű, a felkészítő órák hetente több alkalommal zajlanak. Újabb jelentkezőket természetesen továbbra is vár az egyesület. A nyugati kereszténység a napkeleti bölcsekről, a keleti keresztény egyházak pedig Jézus a Jordán folyóban való megkeresztelkedéséről emlékeznek meg minden évben január 6-án. A várpalotai Nagyboldogasszony templomban Fodor Balázs plébános celebrálta misével ünnepelt városunk katolikus közössége vízkereszt napján. Ünnepi szentmisével zárult a karácsonyi ünnepkör vízkeresztkor január 6-án a Nagyboldogasszony római katolikus plébánia templomban. Vízkereszt az egyik legősibb keresztény ünnep, mely Jézus Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásának momentumait kapcsolja egybe. A napkeleti bölcsek imádását, Jézus megkeresztelését a Jordán vizébe, és Jézus első csodáját a kánai mennyegzőn. A különböző keresztény egyházak a három momentumból más-más eseményt kiemelve emlékeznek erre az ünnepre. Vízkereszt ünnepe van a nyugati egyházban. Ennek az ünnepnek a jelentőségét az adja meg, hogy az Isten megjelenik ezen a világon, azt ünnepeljük. A Szentírásban több jelenet van, ahol kifejezetten ezt a kifejezést használjuk, az epifánia szót, ami Isten jelenést, megnyilatkozást, megnyilvánulást jelent. Azt jelenti, hogy akik részt vesznek ebben az eseményben, azok előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Úr Jézus Krisztusban maga az Isten van jelent. És egyúttal megerősítés jelent Máriának és Józsefnek is, hogy életük minden egyes eseményében az Isten kegyelme jelentkezik az életükben, még akkor is, hogyha a külvilág haragos, és nem sokat törődik ezekkel az eseményekkel, úgy, mint általában minden korban így szokott történni. Gyilkos heródesek acsarkodnak a környéken és a közelben, ugyanakkor az Isten üdvözítő akarata beteljesedik, mert az Isten nagyobb, mint minden emberi hatalom. Jézusnak a Jordánban való megkeresztelése és epifánia, amikor megnyilatkozik az Isten teljessége. Most a karácsony követő vízkereszt ünnepében tulajdonképpen kedvesnek is mondható az evangéliumban, ahol a három királyok, bölcsek vagy mágusoknak a hódolata az Úr Jézus előtt. És itt is az az eseménynek a lényege, hogy ezek a keletről jövő bölcs gondolkodó tudós emberek az Ószövetség ismeretéből és a maguk tudományából meg tudják azt, hogy valamilyen érdekes fényjelenségnek kell bekövetkeznie a messiás megjelenésekor. És ők ebből a tudásukból kiindulva vállalják a kockázatot, elindulnak egész Jeruzsálemig, ahol várják a messiás király megszületését, vagy hogy megtalálják az Istent tulajdonképpen. Ez egyrészt szimbolizálja az ember Isten keresését is, hogy az a legnagyobb boldogság a számomra, ha egyéni földi életemben megtalálom az Istent, ha rátalálok az életemnek a végső céljára. És onnantól már a hitük vezette őket Betlehembe, a csillag fényessége szimbolizálja
szimbolizálja ezt a rátalálást, és kimondják, hogy Jézusban a messiás király, az Isten van jelen ebben a világban. A mai liturgiában mi is megszenteljük a vizet, és tulajdonképpen a szentelt vizet hozzuk létre, amely azt jelenti, hogy akit meghintünk ezzel a vízzel, annak az Isten szentségét kívánjuk, hogy kapja meg és valósítsa meg az életében. A karácsonyi időszaknak, vagy ünnepkörnek vége van, és most az az évközi időszak jön, amelyik tart a nagybőjt kezdetéig, és praktikusan hát ez a vidámságnak a ideje. A nagybőjtig tartó évközi időszak egyházi hagyományai közé tartozik a házszentelés, melynek során a pap megszenteli a ház vagy lakás falait, és imádságával elűzi a gonosz lelket, hogy a házban békesség és öröm lakjék. Heti hír összefoglalónkat látták, maradjanak velünk, a Globo világjáró stábja ma Erdélybe kalauzolja el önöket. Tartsanak velünk legközelebb is, tartalmas időtöltést kívánok, viszontlátásra!